estét, itt vagyunk még egyszer nyáron, ha estek Bocskorral. Ma esti vendégek, Áder Anita, Hargitay Bea, Kabát Peti, Lakatos Márk. Óriási. Néha azt sajnálom egyébként, hogy a főcím előtti beszélgetések nem kerülnek valamilyen módon rögzítésre. Vagy. Szerintem én megdiagnosztizáltam, és szerintem prostata betegsége van. Ezt így ránézésre, de miért? Mert ürítenie kell sűrűbben a prostatáját. Nem a prostatáját. Hogy üríted a prostatádat? Hát egyféle módon már. Nagyon koncentrált, akkor kiüríted. Mennyire izgulok, hogy ez. És te mondtad, hogy minden nap. És hogy rendelte jársz urológus, az innen indult. Innen indult innen. Azt mondtam, hogy fél éve voltam, körülbelül. És már nagyon hiányzik. De várjál, hogy megy a szobát, már a nővérek, hát ez megint itt van. Ne adjál már időpontot! Ez az évben nem volt, mi van? Nem voltam még. Tavaly voltam. Melyik naptárc szerint? Tavaly volt. November körül. Ebben tényleg az az érdekes, hogy mi, akik egyébként úgy amúgy nem szoktunk találkozni, mondjuk te a Kabáttal, igen. Csak az urológus, Hogy ez ilyen lazán téma, érted? De mi nem járunk össze a Kabát, csak egy műsorokban. De nincs tévé műsorról, ne szerepelnétek ketten. Ha tehát... Ne és tudod, mit vettem észre, bocsi? Mindig egymás mellett ülünk. Olyan. Ez nekem nagy probléma. Nekem ez nagy szó. Te megtisztelve érzed magad. Nagyon szeretem. De a következő beszélgetés zajlott az öltözőben. Bea volt a Maldív-szigeteken. De nem tudja, hogy hol. Igen, de kérdezi a Kabát, az, hogy melyik szigeten voltál? Hát mit tudom én, hát a Maldív. Az, hogy annyi van. Annyi. Hát vannak nevei a szigetnek. Hát az egyiken. Hát a nem elég, de mi random kidobtak a repülőről? De ott van körülbelül 1000 vagy 10000 sziget, és mindegyik sziget. 1200. Most mondom. Akkor 1200, mindegyiknek van neve. Az északi. De be a lehet, nem is ott voltál. Hanem, hogy de, azt mondta a férjed, ez a Maldív száki. Honnan tudtad, hogy északon vagy? Hát mert én azt tudok tájékozódni. Tehát az de iskolában megtanultam. Most vagyok. Előttem van észak, hátam mögött dél, balra. Ott van a Maldív. Balra meg a Tiffany volt. Balra meg vagyok. Versace, Gucci, Tiffany. De mi Prágában ugyanígy van? Előttem észak. Prágában hát ugyanígy? Nem tudom, hogy Kiskun félegyházán hogy van? Ha honnan tudod? Hát ott is erre van a Versace, itt a Gucci. Barom izgalmas lehet, hogy a férjedre, hogy készültük egy utazás, ami nem tudod intéz. Tehát te egyszerűen csak a reptéren találkozunk? Vagy tehát se, hogy tényleg, hogy nem tudod, hogy melyik szigetre mentetek? Azt mondta, hogy Malé a sziget neve. Hát a North Malé atollon voltunk. Az azt jelenti, ugye vannak az atollok, és mi az északin azért, mert 4 napot voltunk összesen, tehát nem akartunk még utazni olyan sokat. Megérkezel a fővárosba, ami Malé, onnan vagy speedboat-tal, vagy repülővel mész az atollba. Nem érti. És mi 20 percet mentünk a legközelebbi szigetre. Malé a főváros, és azt mondta, mondom, melyik sziget? North Malé atoll. Mi a neve? Mondja Malé. A North Malé atoll. De mivel repültem Malé-ban? Nagyon nagy szerencsék, hogy a Peti itt van közöttünk, mert... Legalább minden világos lesz. Nem, most azt érzem, az, egyébként azt beszéltük az öltözőben, hogy kipécizünk magunknak egy embert, mondom, ki lesz az Anita, rám néz, hát te. Úgyhogy kezdődik. Nem kezdődik, de tényleg egyre otthonosabb vagy mindenféle témában, és most egyébként a... Hívjuk mi még őt doktor Kabátnak. Nem, hogy doktor legyek jövőre, gyerekek. Doktor Köppen. Nem, éppen a minap döbbentem meg azon, hogy a jó szomszédi viszony kialakításában te neked nagyon jó tanácsaid vannak. Pároddal, Adrival együtt, és még mielőtt ezt kommentálnád, nézzük meg, hogy mit nyilatkoztál, jó? Na, nem tudom. Három éve költözött mellénk egy hölgy, aki egész nap itthon van sajnos, és mindent hall, és mindent néz, figyel. Kivisszük a szemetet, átjön, megkérdezni, hogy elköltözünk-e. Tehát, hogy azért ilyen bosszantó, csak kinyom az ajtót, és már jön leskelődni. A saját ajtónknál a saját szőnyegünket a küszöbnél kicserélte.
Igen, tehát olyan, hát, hogy lefestette az ajtónk előtt mindent, tehát így néztük, hogy te mit csinál. Igen. Egy héten egyszer kapcsoltam be csak a tévét, ami a közös falunkon van, és végig dörömböli. Tehát, hogyha megy a tévé, és nem hangosan megy, hanem totál normál hangerőn, és azt akkor tudja, hogy végig üti a falat. Hogyha valakit ez zavar, szerintem akkor ezt tegyen ellene, mert már tök jó ilyen hangszigetelés. Akkor falazza be jobban, nem? Hát nem, hangszigetelés, gipszkarton felhúz, van hangszigetelésre alkalmasan gipszkarton, felrakatja magának, de hát akkor ne bosszantson minket állam. De akkor még nem úgy jár fel a lakásban ilyen füldugóval, nem jó? Na, hát is jó. Veszünk meg, és lerakjuk hogy amikor ilyen tévés megjelenések vannak, hogy megírosd a szöveget? De tényleg? De mit az, hogy legyen vastagabb a fala? Azt hát, most nem fogom megíratni. Hát... De most azt javaslod neki, hogy bármilyen interjút ad a Peti, bármilyen témában, a válaszait írassa meg. De nem tudhatom, hogy mi a kérdés. Tehát ma se tudom, hogy mi legyen a kérdés. Legyen egy általános, amit mindig elmondasz mindenhol, de jó. De nem, én nagyon bírom a Petit. Peti? Már csak azért is, bocsáss meg, de hogy tényleg ez a két tanács, vagy füldugót teszünk a lábtörlőjére, ugye ez volt az egyik, de vagy hogy falazza be magát. Ja. Egyébként ez kemény volt, ott lakunk már 8-9 éve, oda költözött, egy 3 éve ezelőtt, és az első héten a szőnyegünk már ki volt cserélve a 5. nap. Nem is érted. Mi a lábtörlő? A lábtörlő az ajtó. De milyen másikra? A másikra, amit ő... Mi neki jobban tetszik? Vagy? Hát nem volt. És megköszönted? Nem, mert az volt ráírva, hogy szarházi. Nem, hát figyelj, azért ez egy kicsit olyan félelmetes. Ez már túl sok azért. Szerintem lehet, igen. Érzel valami utálatot is nem. A részéről, vagy ő tényleg csak a különböző neszek zavarján? Nem, abszolút egyébként tök normális volt a viszony, most is az, csak most az utóbbi... Most is tök jóba vagyunk, meg minden. Naponta cserélj a lábtörlőt. Egyébként kézeljétek a folyosón, hogy túl erős volt a világítás, az első héten lejjebb vett, és ilyen homály volt, ilyen fél homály. Mentem föl, azt hittem, hogy valami... De velem nem lehet, hogy egy UFO, és mindent ilyen felerősítve érzékel? Én nem tudom, de így megijedtem. Pataki Attila rasonlít. De akkor nem veled van baja. Hát szeretné a környezetét harmonikusabbá tenni, és lehet, hogy a te lábtörlőt túl rikító volt, nem illet bele ebbe a fél homályba. Túl erős a személyiséged. Igen. Igen, hát annak örülj, hogy nem a lakásodat rendezi. Hát, de már lassan az lesz a már. Lassan az. Hát a tévének biztos átrakja egy pillanat alatt. Szerintem neki is, meg a mi tévénk, meg az övé is ugyanazon a falon van, és szerintem nagyon kicsi a fal. De nem hangsziget. De akkor miért nem mondod meg, hogy mit nézel, és akkor nézel ő is azt, és akkor nem bevallja. A szinkronban lesz a két minden hang. Minden tud rólunk, minden napra kész, úgyhogy egy hát mondom, nem csak ő, hanem még 8 millió ember. Nektek volt az életetek során furcsa szomszédotok, vagy esetleg ti vagytok azok? Hát én nem barátkozom a házban. De mindenki társas házas? De mi hát a villájuk van a beájéknak, nincsen nem szomszéd. Milyen villájuk, mitek van? Lakás, társas házban. Tehát van szomszéd. Van szomszéd. De nektek soha az életetek során nem volt olyan, nekem volt már. Nekem volt zenekarom az én gyerekszobámban, volt rockzene hallgatás, átjött a szomszéd utcából egy rendőrrel együtt feljelentett egy szomszéd. Tehát nekem volt, nektek soha semmi? De nekem de, persze. Nem hát azt szerintem, aki társas házban lakik, ráadásul mi egy régi bérházban lakunk, hát az elkerülhetetlen. Tehát, hogy az... És miért szólnak? Tehát általában a zaj vagy a bűz? De akkor miért nem költözik el? Hát nézd, nem kakilok a lábtörlőre. Nem úgy értem. De milyen bűz? De mi jaj, nem ismered? Bemész, hát én például a hétvégén, akkor bemegyek egy társasházba. Igen. Mert hogy bemegyek, akkor ez a... Egy társasház. Nem ért oda. Egy program, egy kuriózum, hogy kicsit bemegyek egy társasházba. Nézzük csak, mit főztem. Lássam, én mit tett, érted, vagy valami. Na most feldobtad a labdát. Ér, föl, és tehát anyukámat meglátogatom például. Mindig ráfogod már. De nem, de belész, és az a szekunder pörkölt szag, én attól úgy elhányom magam. Nem pörkölt, tehát hogyha a Rózsika néni behívna is. Én éhes leszek tőle. A lépcsőházas pörkölt szagtól? És mi bekopogtatsz, hogy adjon, vagy mi? Ja, igen, hogy szivatolok, ahol most ki mit főz, és akkor ihletet kapok. Ó, ezt kéne csinálnom holnap. Nem mondod. De miért nem kérsz akkor egy adagot? Azért, mert én nem vagyok ilyen barátkozós típus. Nem? Nem, szeretem az embereket. És akkor én csak a főztüket. Na, mivel vertétek ki a biztosítékot szomszédnál?
akár gyerekkorotokban, akár felnőtt korotokban, amiért szóltak, amiért lett... Én hiszt is voltam. Nem de ez azóta már de amúgy nem vagy az. Most már így rám. És a szomszéd átjött, amikor a nagymamánál voltunk, és már annyit ordítottam, így három házzal arrébb, és akkor meg akart verni, és le kellett fogni. És három éves voltam. Egy három éves gyereket a szomszéd meg akart verni? Nagyon meg akart verni, és hármat fogták le, hogy ne bántsa. Azt hittem téged. Ne bántsa, bácsi, beállt a mindjárt, hát hozzám nagyon sokat jöttek a rendőrök mindig is. Tényleg. Milyen bulik voltak, mert hát nagyon durvák, és akkor volt olyan, amikor már csak telefonáltak, hogy lakatosonnak kelljen kimenni még egyszer. Nagyon, és mondtam, hogy jöjjenek, nyugodtan csinálok reggelit. De te még ott laksz a baltársas, amit nem, én három évente költözöm. Igen. De már laksz a belvárosban még? Igen, igen, igen. Nem, én szeretem az új légkört, mindig szeretem az új kapitányságokat megismerni. Fétisem az egyenruha. A bőr, persze. Úgyhogy ilyen volt, sőt olyan is volt, hogy volt egy óriási bulit, és véletlenül valaki elment, és elfelejtette bezárni az ajtót, és éppen minden ott történt, és egyszer csak fölnézek, és ott áll két rendőr, és mondom, anyád, hogy kerülnek maguk ide? És azt mondják, hogy hát bejelentés érkezett, és mondom, és kinyitotta ki az ajtót? Mert erre nem emlékszem. Azt mondja, hát nyitva volt az ajtó. És mondom, miért jöttek be? Azt mondja, hát mert bejelentés érkezett. De mondom, van házkutatási parancsuk, hogy bármi? Én beengedtem magukat. Te láttál az én amerikai filmet? Mondom, én beengedtem magukat, aztán nem. Mondom, akkor tessék kimenni, tessék kopogni. Megnézzük, hogy itthon vagyok-e. És kimentek, annyira meglepődtek, hogy kimentek. De ott maradtak a buliba. Persze. Van olyan, amit a szomszédokra való tekintettel időponthoz kötve csináltok? Nem, hogy ne szokjanak házi hozzá. Házi munka vagy magánjelleg? Azért a turnmixot nem éjfélkor csinálom és izomból tekerem meg nyomatom. A milyen turmixot? Hát mondjuk az banán vagy eper turmixot. Banán vagy eper turmixot a nénire való tekintettel az nem éjfélkor. De minden házban van egy szabály. Igen, az általában 8-tól, nem lehet ilyen háztartási képeket üzenni. Jó, de nekem a halálom, amikor felújítanak. Tehát, hogy attól megbolondul. Tudom, de amikor, tehát, hogy már 7 órakor fúrnak. Ne költöz a parlament mellé, akkor. De hogy én azt nem bírtam, tartsák be. A németeknél olyan szigorú, hogy mit tudom én, a legtöbb társas házban például mosógépet nem lehet használni. Na jó, és a szexuális élet? No, de most azért nekem a szomszédom az nagyon aktívan éli. Remélem nézi, szoktuk hallani. Milyen korosztálya, drága szomszéd? Hát ő most egy ilyen fiatal, hát nem, ez azt hittem egy kis cica, de a nem a csávónyávon. Ő kint az erkélyen, és akkor onnan szoktam hallani. De kis cica nyávok félelmében, vagy kis cica nyávok... Nem tudom, hol örül, hol örül, hol örül. Egy kis tejet. És amikor találkozol vele a folyosó, akkor megkérdezett, hogy cirmos cica, ha? Nem úgy a szomszéd, hanem a mellettünk lévő ház, csak az erkélyünk ugye egy szinten. Ja. És akkor néha kijön. De kimész és hallgatod? És nem akkor... hallgatom, ülök az erkélyen, mert vannak bizonyos dolgok, amit én az erkélyen szeretek csinálni. Például esténként ott kiszoktam ülni egy pohár borral. Nem minden este. És minden este hallod a nyávogást? Nem minden este. Hát azért nem, de azért, amikor jó idő van, és így nyitva van az ablak, most ott azért hideg van most. Hát amikor... Az egyébként milyen kellemetlen, hogy... Ez milyen kellemetlen, hogy mondjuk ő tudja magáról, hogy mondjuk hallották, és utána találkozol vele. De lehet, hogy nem tudja. Hogy nem tudják, most a tévéműsor után fogja megtudni. De most már nem fogja tudni. De most engem lehet, most ne haragudj, a saját lakásában azt csinál, amit akar. Hát most én nekem mit közé, örülök neki, ha jó. Tudom, már lehallom a fárdisokat, na végre. Peti, te például, amikor vége van már egy Bajnokok Ligája meccsnek, elmúlt este 11, úgy érzed, Adrival, hogy becsukok most mindent, és rá... Befögtél, minden meg. És hogy Adrival egymásra fordultok, tudod? És hogy, tehát akkor eszedbe jut a szomszéd néni? Dehogy jut. Picit sem? Nem, dehogy, hát most azért ne kelljen vissza. És Adri eszedbe jut olyankor?
Nem, itt a kérdés tényleg az lett volna. Persze. Az lett volna, hogy akkor az ember tekintettel van-e, tehát pontosan te nyávogó cicát szemben, neki most véletlenül vagy melletted a tévéműsor után eszébe jut-e az, hogy az Ábel hallgat. De ő nem, visszafogja magát. Hát azért vannak olyan helyzetek, amikor visszaveszük a hangunkat, nem? Azért éjfél egy körül, vagy hajnali egy-kettő azért... Déltől kettőig. Nem lehet átmenni arra a félre, hogy kérdezzük meg ott is. A cseh szomszédok milyenek, amikor te hangos vagy? Vibornye. Én tudom, fiatal fiúk a szomszédok, és én szinkronba szoktam. Mesélj már. Jössz vendégségbe. Én amúgy betartom a szabályzatot több okból. Az egyik az, hogy öreg vagyok, és én 8-kor már alszok. Tehát 8 után nekünk már nincsen mulatság. Én alszok. Arról én nem tudok. Mi, amit el kell intézni, azt mi iskola időben intézzük el. Az mit jelent? Amíg a gyerekek a suliban. Hát elviszik a gyereket, ez 8:39-re hazaérek. Hány külön órára járnak? Mindenhová beiratjátok. Tehát akinek gyereke van, az nem tud csak este 7-kor olyan spontán módon érni. Hát folyik már a nyálam a fáradtságtól, hát én ezt nem bírom. 9-kor akkor lehet? Még 9-kor elalszanak. Én fáradtságtól, én alszok. Én azt mondom, hogy én nem mókázok. Majd megtudod a... Szájkosár. Ja, ti milyen, tehát amikor már a gyerekek elkerülnek téged, külföldre költöztek, senki nem kíváncsi rá. Úgy, de várom ezt a pillanatot. Tényleg már megszélem is, amikor a gyerekek elköltöztek. És valahol... Mikor lesz? Vigyázz, számolom a napokat. A lényeg az, hogy 85 évesen ott élsz egyedül egy társasházban. Hogy milyen típusú szomszédnak látod magad? Én biztos, hogy borzalmas. Ja, én följelentek mindenkit. 100%. Tehát ez... Én jelentem. Én 9 után a hangosak már egyből jelentem fel. Te is? Ne, én megyek kopogni. Én dörömbölök, én most is megyek. De Muci, ha 80 éves leszel, nem az lesz, hogyha a kisfiúk átjönnek? Akik ott laknak a közelben? Na de tényleg a saját karaktereteket ismerve, most mindhárman azt mondtátok, hogy ti azok lennétek, a főjelengetős, dörömbölős... Én nem akarok már társasházban élni, hogyha én öreg leszek, én beköltözöm egy ilyen idősek otthonába. Ja. Hát kis társaság. Hát de most kóboroljak egyedül egy lakásban, legalább ott vagyok, és akkor majd lemegyek ilyen. Meg kell tölteni vendégekkel. Inkább kertesház, akkor már idősek. A kertesháznak ugye az a hátránya, ott a flex. Tehát én... De ha nem tudod kitörölni a fenekedet, akkor nem laksz. Lesz, aki kitörli, nyugodj meg. Inkább fizetek, csak töröljön. Nem, szóval visszatér a kertesházra, a flex az a legnagyobb ellensége. Tehát a flexelést egyáltalán nem értem. Tehát miért kell egy fémet vágni vagy csiszolni úgy, hogy az mi? Tehát egy svájci ember miért nem? Annak jó a kerítés. Egy magyar ember miért vágja el? Mert ez bennünk van genetikailag, hogy lemész a telekre, akkor vágod az orgonabokrot is. De reggel 8-tól délnél füvet nyírsz. Ez az acélmagnólia, nem? Igen, szóval annak is megvannak a hátrányai. Szerintem az jó a kertes ház, teljesen egyedül vagy elszigetelve. Ha kérdezd meg őt, milyen bagány. Hát attól, hogy mekkora a kerted. Nem. Te szeretsz ott lakni egyedül? Én, hát most az egyedülség az egy kényszerűség, azt a részét annyira nem, de amúgy imádok ott lakni. De el vagy. Abszolút, és ráadásul az én szomszédom pont ugyan a zene ízléssel rendelkezik, mint én, tehát vagy az övé szól, vagy az enyém szól. Tehát ez... A szerencse. De az szerencse. Jó, ez jó tényleg. Tehát nincs mulatós meg minden, hanem Eric Clapton van. Az ilyen téren jó. Na, egy pár perc múlva beszéljünk egy picit arról, hogy egyre több ijesztő cikk és felhívás van azzal kapcsolatban, hogy hogyan tesszük élhetetlené a földünket. Itt benne van az utazás, a repülés, az autózás, a különböző eldobható tárgyak használata, és ma nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi mennyire vagyunk mindannyian környezetbűnözők, teszünk-e valamit, kompenzáljuk ezt valahogy valamilyen szinten, majd bemutatom nektek a... nem eldobható, hanem újrahasználható intimbetétet. Hát hordja te! Ezt majd eldöntöm a reklám után, jövünk vissza mindjárt. Újra itt vagyunk a Hashtag Bocskorral, benne Ábel Anita, Hargitai Bea, Kabát Peti és Lakatos Márk. Szóval próbáltam volna valahogy felvezetni
ezt a témát, amely nagyjából arról szól, hogy mennyire tesszük élhetetlenné a földünket, és hogy ebben egyébként nagyon-nagyon sokan, véletlenül mindannyian bűnösek is vagyunk. Sokféleképpen tudunk ártani. Itt van például az utazás, ez az egyik, de majd lesz majd több is, és a nyaralási szezon megkezdése előtt itt egy-két adat napvilágot látott, és majd kíváncsiak, hogy ki mennyire utazgatós típus, szerintem mindannyian azok vagyunk. Itt van, hogy a légi közlekedés utasszámban az összes közlekedés csupán 1%-át teszi ki, utasszámra lebontva, viszont az összes közlekedésre fordított üzemanyag 10-15%-át használja fel. És hogyha belegondoltuk, ugye a fapados repülése az Airbnb-vel annyira megsokszorozódott az utazók száma, annyira tele vannak a városok, műemlékeket tesznek tönkre turisták, hogy erre most tényleg többen felhívják a figyelmet. Itt van még egy nagyon érdekes adat, ez 2016-os, minden pillanatban, tehát abban a pillanatban, amikor éppen rá gondolsz, Peti, 9728 repülő van fenn az égben, és így 1.270.406 ember utazik. Tehát 1.200.000 ember is most fenn van az égen és repül. Elképesztő. De jó nekik, mi meg itt... Most voltam Maldivon. De minden pillanatban nem tudom én hány százezer nejlonzacskót gyártanak. Tehát az üzemanyag is nagyon káros, de az, hogy milyen elképesztő szemét halmot gyártunk magunknak, az 2050-re azt mondták, hogy több műanyag lesz a tengerben, mint hal. Igen. Így van, nem, ez egy óriási katasztrófa. Hozzáteszem, téged láttalak sokszor különböző Maxonra, meg Zara, meg H&M-es szakokkal. Igen, de az papír. Csak papír? Az papír. Igen, azok papír. Rendes cégek azok papírzacskóba csomagolnak. Na jó, de nézzük meg, hogy ki mennyire környezetbűnöző. Te például ugye gyakorlatilag többször van repülő a feneked alatt, mint más, és... Mi? Ezt most hogy érted? Azért kérem. Magyarásokat... Néha a repülőn a legjobb. Szóval, hogy nincs az a Fashion Week, ahol te ne repülnél oda, és tehát hogy ezzel nyilván tudatában vagy ennek a dolognak. Van-e olyan, amikor te úgy visszafogod? Viszont nem használok autót. Tehát kompenzálsz. Tehát de van hogy egy... közlekedsz. Bravo! De használok autót, csak nem én vezetem. De hát igen, nem minden. De hogy közlekedsz? Nem, egyébként most, hát nem, a közlekedés az egy nagyon, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, de én például most voltam az Őrségben 3 napot, ahol végig látogattunk egy csomó olyan tanyát, elképesztő, hogy milyen emberek laknak az Őrségben, újrakezdők, ilyen őrségi újrakezdők, akik a legfurcsább helyekről, Budapestről, meg Miami-ból, meg mindenhonnan oda költöznek, és ilyen önfenntartó tanyákat csinálnak, és elképesztő volt látni, hogy fél év alatt ennyi szemetet termelnek, mert a saját állataikat, a saját növényeikkel etetik, napelemmel működtetik a saját tanyájukat, és gyakorlatilag egy teljes passzív házat, passzív tanyát látnak el, és ott egymás között az őri szentpéteri piacon. Igen, ez már nem annyira nekünk való, nem? Tehát ez már ilyen picit ilyen hippi életmód. Ugye? Szerintem tökéletes, és tudod mi a legérdekesebb, hogy ennek egy elképesztő nagy kultúrája kezdett kialakulni, és a jövő az valamilyen szinten errefele kell, hogy menjen. Hát nem az én jövőm. Az biztos. De az például, amit te itt ebben meg tudsz csinálni, tehát például az egyik legfontosabb dolga ezeknek a termelőknek, hogy ott az őri szentpéteri piacon adják, veszik a dolgaikat, nem csomagolnak. Tehát, hogyha azt például itt a nagyvárosban meg tudnánk tenni, hogy nem veszünk el mindig egy nejlonzacskót, amikor bemegyünk a szupermarketbe, és nem tesszük a zöldséget 6 zacskóba, és azt egy másik zacskóba, és azt egy negyedikbe, hanem adott esetben a saját papírzacskóinkat reciklálnánk vissza, és úgy vásárolnánk, az már egy tök nagy segítség. Mindannyian tisztában vagyunk ezzel, ismerjük ezeket a dolgokat, mégiscsak tájékozott emberek vagyunk, megtesszük-e, nem tesszük meg. Te lemész a vászonszatyroddal? Igen. Komolyan? Igen. És pontosan ezért lehet ez a gondolatot ökoiskolába jár. Az mit jelent? Azt jelent, hogy a több évben ők voltak a legkörnyezettudatosabb iskola. Őket arra nevelik etika órán, osztályfőnöki órán, hogy óvják a környezetüket, és tényleg védjék a földet. A gyerek az simán rászól mindenkire az utcán, aki eldob bármit. Tehát, hogy az nincs, mi szelektív gyűjtjük a hulladékot, tehát az egy alap dolog otthon is. És igen, nekem van ilyen újra felhasználhatós vászon, szatyrom több is, abszolút és dicséret, az és benne nem, van a társadalom. De nem vagyok hajlandó nejlonszatyrot venni, mert egyrészt azt gondolom, hogy méretetlen rablás, hogy 50 forintokat elkérnek érte, de közben még az is, hogy minek, tehát, hogy mindenkinek... De nem, teljesen egyetértek vele. Tehát ekkora összehajtod a táskádba, ott van benne, és kész. És egyébként pont ma posztolta ki a barátnőm, a Farkasházi Réka, hogy
hogy lehet már kapni olyan vászon táskát, ami direkt a zsemlék kifliknek, hogy ne vedd állandóan le a nejlont, hanem frissen is tart, és jó. Hogy ez is egy környezettudatosság, hogy igen, legyen ott. Meg ami nagyon fontos, például a vendéglátóiparban, ugye most mindenhonnan vonják ki a szívószálat, ami nem használunk már. Tök fontos, hogy nem használunk. Tehát amit a mosogatógép el tudok mosni. Pontosan. Hát a nagy fesztiválokon szüntetik be a szívószál használatot, tehát egy csomó mindent lehet tenni. És hozzáteszem, azt is igen. Azt veszek, ami papírból van, igen. Például nem műanyag, diszka. Hogy például ugye sokan mondják, hogy jó, az a mosogatógép milyen luxus, meg nem. Tehát, hogy az sokkal kevesebb vizet fogyaszt, mint hogyha te rendesen kézzel, csúgó a kéz, vízzel mosogatnál. Így van, mosogatnál. Jó, tehát mindannyian gondoltok, Peti, te picit nekem csendben nincsen, vagy. Nekem nincsen vászonszatyrom. Nem, én is úgy vagyok ezzel, hogy környezet tudatos vagyok olyan értelemben, hogy képben vagyok, hogy mi a probléma a világgal. Az most ha beleraksz tényleg vászontáskát, és bemész egy boltba, akkor azt miért nem tudod kivenni a táskádból? Tehát ez mennyiből nem tart? Jutottam el idáig. Tehát... Csak berakod, de ott van. De bevásárolsz, belerakod, fölviszed haza, utána megint leviszed a kocsiba? Nem, mikor bejössz a kocsiba, nézd egy mozdulat, hopp, leviszem, ennyi. Tehát hogy ennek ilyen rutinnak kell váljon, mint ahogy minden nap fürdesz, meg minden nap akármit csinálsz, ugye? Most már figyelni fogok ezen túl. Nagyon fontos, mert szerintem ennek pont ez a lényege, hogy mindenki azt hiszi, hogy át, hogy most én hiába csak bármit is, annak úgy sincsen hatása. Igen, pontosan ezt hiszi. Úgy sincsen hatása, miközben, hogyha mindenki ezt gondolja, hogy nincsen hatása, akkor tényleg nem lesz, és akkor beledöglünk a saját szemekünkbe. Nagyon sokszor láttam a külföldön, mert mi is utazunk, igen, tehát hogy ezzel azért nyilván romboljuk a környezetet, meg autóval járunk, hogy simán az embereknek ez fogja és eldobja a műanyag palackot. Tehát, hogy én ettől ki vagyok. Én tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy nyilván mindannyian azért a másik oldalon bűnözünk is. Tehát Márk ugye, aki állandóan repül, te, aki ingázol az autóddal Prága és Budapest között, egyébként neked szempont volt, hogy milyen fogyasztású és milyen káros, hogy a kibocsátású legyen az autód, amivel te aztán mászkálsz? Nem, hát elsősorban a biztonság volt a gyerek miatt a legfontosabb, de nyilván azok az autók, amik na jó, olyan biztonságosak, azok... De azok az autók, amik ennyire biztonságosak egy ilyen felsőbb kategóriás, az már úgy fogyaszt, tehát annak már olyan a... Tehát az jön vele szerintem. De neked ez szóba se jön, hogy mit tudom én, csinálsz egy ilyen carsharinget? Tehát mindig, biztos akad mindig nem. Három prágai, aki el akar jönni Budapesten, Ján, Irzi és Václav. Nem. És, a szomszédai. Nem, mert vagy engem folytanának meg, most 5 óra alatt vagy engem folytanának meg, vagy én őket. Tehát én nem sharingelek senkivel. Hogy életbe hagyja az embereket. Ha már ennyire gyűlöli őket. Igen, tehát azért mondom, hogy ahogy az őrségi hippi példa mutatta Márknál, abban nyilván nem akarunk részt venni. Tehát valahol bűnözünk, de a másik oldalon kompenzálunk, és például ugye vászonyszatyrozunk, csak hát mi igen, nem Peti. De egyébként, ha mondjuk élelmiszervásárlásra gondolsz, akkor már Budapesten is egy csomó olyan helyen elérhetőek olyan tápanyagok, vagy olyan ételek és olyan alapanyagok, amiket tényleg olyan emberek termelnek, akik nem ipari növénytermesztéssel és ipari állattenyésztéssel foglalkozik, és egy csomó olyan weboldal és minden van, ahol azt tudod követni, hogy hol tudsz olyan tápanyagot venni, amit biogazdaságban csináltak, akkor abban például egy csomó mindent tehetsz te is. Hát nyilván, igen, csak ez nem mindenkinek melós. Elérhető így, mert és, azért ezek drága elég drága is, dolgok. Tehát oké, én értem ezt, de... Igen, de aki megteheti, az tegye meg rá, és a saját egészsége miatt is jobb, mert nem antibiotikumot eszik, meg vizet. Persze nyilván, hanem... de azért nagyon sok helyen az sem, tehát hogy nem mindig kerül étel az asztalra, és nem biztos, hogy az pont olyan, tehát hogy ezt is kell nézni, hogy... Erre meg azt mondom, képzeld el, hogy én most egy barátommal voltam ott, a Felhősi Attilával, aki egy zseniális bartender, de közben egy ilyen amatőr szakács, és pont azt kísérletezgettük, hogy hogyan lehet úgy alapanyagokat feldolgozni, hogy minimális legyen a veszteséget. Tehát gyakorlatilag úgy feldolgozni egy állatot, hogy abból minden részét hasznosítsd, és a csontjából még levest főzzél, és a bőrét megcsinálj töpörtyűnek, és a húsában. Tehát hogy tudsz úgy feldolgozni élelmiszert, hogy minél hogy nullára csökken gyakorlatilag a veszteséget, a szemetet, és ez például pont azoknak, akiknek adott esetben kevés vagy nem olyan minőségű alapanyag jut az asztalára, azoknak ez még egy nagyobb segítség lehet. Jó, de ha belegondolsz, és én hiszek az összeesküvés elméletekben, tehát, hogy az egész világ egy óriási pénzlobbi. Tehát, hogy már simán lehetne olyan alternatív energia felhasználások lehetnének, ami abszolút működhetne, de mégse csinálják, mert valakinek
egy csoportnak, vagy egy befektető csoportnak nyilván pénzt venne ki a zsebéből. Tehát amíg itt van, nyilván mi kis emberek ebben tudunk, hogy szelektív hát gyűjtjük, nem dobjuk el, de hogy különben globális szinten nem nagyon tudunk ezen változtatni. De pont erről van szó, tehát tök mindegy, hogy elengedő vagy sem, de legalább te teszel valamit. Hát jó, persze, teszek valamit, de hogy egyébként hát meg gondoljátok, nem... Mert nekem nincs gyerekem, nektek van gyereketek, tehát ezt a ti gyerekeitek fogják megszívni. Vagy hát, az remélem az enyém politikus lesz, és akkor majd tesz valamit ellene, de hogy közben meg nem tudsz mit megfékezni. Mindig döntéshelyzetben vagy, mint egyén, hogy éppen itt a zacskó, melyikhez nyúlsz, elektromos autót veszel. Egyébként van egy pár tanács arra vonatkozóan, hogy hogyan tehetném még, tehát például az utazással kapcsolatban, hogy szükséges-e utaznunk egyáltalán? Ezt a kérdést tegyük fel magunknak. Nekem szükséges. Nem tudom, ti ez valid, ez a kérdés? Szerintem fontos. Ez milyen kérdés? Ez én, igen, hát most gondolj vele, hogy évszázadokon keresztül az emberek nem utazgattak ide-oda, hát csak egy nagyon-nagyon szűk réteg. Szekéren, mehet De nem nagyon hagyták el úgy a, mit tudom én, az ilyen 100 kilométeres körzetüken. Jó, de hát... És éltek, és boldogok voltak. Tehát egyébként ez nyilván, egy kérdés, persze, hogy kell-e. Itt van a muszáj utaznunk, válasszuk az idő, távolság, kényelem, valós ár és környezet terhelés szempontjából optimális utazási módot. Én szeretném megismerni a világot, tehát hogy nyilván akkor utazni fogok. Szerintem az az egyik legjobb dolog, hogy utazol. De világos, csak tényleg az elmúlt 20 évhez képest nem tudom meg hányszorozódott az utazások, az utazók száma, és ennek megfelelően hogy a károsanyag kibocsátás száma. Tehát hogy van-e olyan tényleg alternatíva, hogy nem megyek a Fashion Week-re például, vagy nem megyek el tárgyalni New Yorkba, vagy nem megyek el egy hétvégére Londonba shoppingolni. Én nem gondolom, hogy az utazás teszi ki a világ a környezet változásán, tehát ezt a negatív részt, tehát az sokkal rosszabb, amikor kivágják az esőerdőket. Tehát majd, hogyha nem fogják kivágni az esőerdőket... Hát de te most rangsorolsz, hát honnan nem, tudod? De ne haragudj, nem, mert én meg azt gondolom, hogy a világot így tudod megismerni, hogy mész. Oké, akkor adjanak valami alternatív módszert erre. Hát ne engem korlátozzanak. Nézze. Igen, tehát nézzek. Kell-e az? Jó, kell-e az, hogy megismerd a világot a National Geographicon kívül, hogy ott legyél? Persze. Én például minden nap nézem. A National Geographicon. Így van. Hát miért ne tényleg? Én nagyon szeretem. Akkor mi a hát helyzet? Most figyelj, a nagyanyám velünk lakott, akkor rakjak a gyerekkel majd öregkoromra? Hát megölöm. Megölöm. Hát most érted meg, persze, fémlavorba fürödtünk kiskoromba. Most legyen megint ez? Hát nyilván hát az élek a civilizációs, de az egy életforma. Ez én életformám, meg Budapesten élek. De mindenki máshol húzza meg a határt, hogy mennyire vagyok zöld. De ne haragudj, én elzárom a vizet, nem folyatom, én energiatakarékos háztartási gépekkel, én szelektív gyűjtöm a hulladékot, én nem dobálom el a szemetet, én nekem ott a vászontáska a táskámba. Adjam egyet a Petinek. Csak majd adom, akkor én felszedem a kutya. Tehát, hogy érted, egy csomó mindent csinálnak, és nem vannak akkor szólok repüljél így. Már. Akkor hadd repüljek egy évben, ja. Én is így van. Én nekem például magas fogyasztású az autóm, de például rábeszéltem a Tillát, hogy ő bringázzon. És akkor... És kiváltottam. Miért beszélted rá? Hogy én autózhassak vidáman. De hát, hogy te neked bocsánat, már ő is letette a jogsit. De nem, bocsi, mondjuk meg a Petinek, hogy bocsi, hogy volt. De azért, hogy neked a lelked megnyugodjon, hogy te de mész, te és hogy ő... Igen, tehát gyakorlatilag én két embernyi üzemanyagot fogyasztok el, de van egy lelkiismert furalásom a környezetünkkel szemben. Itt kellett találnom egy olyan embert, aki lemond az autózásról. De te miért nem veszel egy olyan autót, mert telik rá neked, hogy... Mert inkább a Tilla szívja a benzingőt, amilyen környezetbarát. Egyébként környezetbarát, Blue Tech az van ráírva. Blue Tech az nekem olyan, nem? Az nem olyan, mint hogyha... És mit tud? Egy elektromos autóba üljél, vagy olyan, nem? Nem. Az elektromos autókról most olvastam egyébként egy német cikket. Kipróbálták, hogy valóban úgy működik-e, ahogy, és renget. Tehát az a baj, hogy még nem tartott. Tehát ugyan el lehet utazni vele kb. 300-400 km, de egy picit nagyobb gázt adsz, nem gáz nyilván, tehát akkor már lecsökken, azonnal látod, hogy a 350 km-ről a hatótávolság csak 210-re, nincs annyi töltőállomás, és ami nagyon fontos, hát nem tud gyorsan menni, hát most ki hogy, és ami nagyon fontos, a töltés, hogy még Németországban sincs megoldva az, hogy rárakod az autódra azt a izét, és hogyha nem gyors töltő, másfél órát ott állsz, és nincsen kávézó, nincsen semmi, tehát nem tudsz mit csinálni, olyan helyre kéne tenni, ahol be tudsz ülni. Meg hát még egy dolog, bocsánat, tehát addig, amíg az elektromos áramot olyan reaktorokkal és minden egy állítjuk elő, ami borzasztó környezetszennyező, addig az
az elektromos autó is gyakorlatilag valamilyen szinten szennyezi a környezetet. De van már olyan kocsi, hogy mész és közben tudja tölteni magát. Van, hát van ezek a hibridek is valamilyen szinten töltik magukat, de abban van egy benzinmotor. Mondjuk az egyébként nem rossz. Hogy tudnád védeni a környezetedet? Hogy? Mondj, kevesebb hajlakot tolnál a hajadra. De egyébként de honnan veszed? Mert honnan veszed, hogy hajlakot? A gázok nem mennének föl az univerzumba, érted? Igen, de én a hajlakot csak a fürdőszobába szoktam, sehol máshol, és onnan nem megy ki! Onnan nem megy ki! Ez egy ilyen zárt! Hova megy? Merre indul el? Ott van az most marad, is. És elpárolod. Vagy bezárod, te beszívod, te beszívod és tisztítod. Beszívom, és amikor kimegyek a levegőre, kifújom. Figyelj, azért haragszik rád a szomszéd néni, mert oda megy mert az egész. Mert átfújod a hátogádodat. A réseken. És egyébként néni. Nem is szoktam hajlakot, hanem hajhab, és az nem, az szennyez. Mi az, de hogy nem szennyez? Hát az a hajamban van, nem megy szét. De nem az. Végül a hajtó gáz, ami kinyomja a habodat, az valóban. Adj már neki egy ilyen kis izét. Biztos a Peti is csinál valamit. Te például Peti, az Adrival szóltatok el. Kibodott a Hargitai. Mondjad, bocsi, gyorsan. Az Adrival szóltatok el csinálni, mint az Adri meghagyja a fürdővizet, hogy Peti, most fürdöttem, fürdött te is ebben? Én mi általában zuhanyzunk. Együtt? Mennyi vizet? Együtt is szoktunk, igen. Nagyon ritkán, akkor szoktam beleülni a kádvízbe, hogyha mondjuk nagyon fázom hidegbe, télen. Na, általában de is a hideg 90%-ban zuhanyzunk. Tényleg. Aha. Nem, én most csak vízspórolás szempontjából, vagy mit tudom én. Szerintem úgy többet spórolunk, nem? Én együtt fürdök a gyerekkel. Tehát például ez egy ilyen... Tehát, hogyha belepés... Ne 30 éves korában ezt a szokásod. Anya, hagyjál meg! Azért gyűjtöket... A beánál még nem sikerült nagyon nyomon követnem a köve. Ugye te, ugye, nylon, majd vászonzacskó, és mit tudom én, és biobazsalika az erkélyen. Peti ugye hajhabot használ lakhelyet, Márk tendál az őrségben, de te még nem mondtál, és én meg a Tillát hát, beszéltem. Mert én ugyanezeket csinálom, én nem veszek, sőt nem veszek mi ez, műanyagpalackban üdítőket, mert nem iszunk üdítőket, vagy üvegbe kell venni. Nem, vagy üvegbe, ha veszek, vagy pedig van vízszűrő kancsunk, és úgy iszunk tehát vizet. Te mindig úgy mész nem vásárolni, veszünk... hogy viszed ezt a vízszűrőt. Igen. Jó, de azt mondta, na, hogy most akkor jogos a kérdés. Ugye, bocsánat, ugye, hogy jogos. Na, mondja. Hallod, és nem kell rá betétet fizetni? Ha vízszűrő készülék. Ja, na, nem ezt mondtad. Csap. Megnyitod a vizet. Tudom, igen. Beleengeded a vizet. Eddig megvan? Igen. Nem, nincs meg. Megvan. Megvan. De a Peti azt szeretné tőni, például, hogy lesz ebből kólád. Úgyhogy nem, mondd... nem iszol, leszoksz róla. Nem amerikai férjed van, csak isztok kólát. Ő igen, én nem. Én na, de azt miben hozzátok haza? De miért nem beszéled rá? Igen, miért nem beszéled rá? De miért nem beszéled rá, hogy vizet igyon, ne kólát? De nem, vizet iszik, ritkán iszik. Ha elmegyünk valahova, mondjuk étterembe, ott akkor iszik. Hamburgert eszik. Tehát azt ő vigy, és a hamburger az mi az? Azzal nincsen baj. Mi a helyzet az ilyen dolgokkal, hogy papír zsebkendő versus textil zsebkendő? Régen még emlékszem az én szüleim, nagyszüleim... Apukám azt használta. Vászon zseb, és akkor berakja egy a és kulcsi alá. És akkor mennyiszer használta? Mi? Mennyiszer használta? Amíg megtelt. Amíg nedves meg... volt, akkor amíg használ, megtelt, most... és utána kimosta, hát, és utána megint. Tehát egy darab volt neki. Egy darab, hát nem, az elegáns embereknek több. Vagy több, igen, de hogy... Igen. De lényegében az cirkulált, nem került soha szemétbe. Aha, tudom, ezt vállalnátok például? Csak kíváncsi vagyok a kényelmi. Tényezőre, faktorra, nem? Legyetek őszinték, ne nézzetek, nem vállaljátok. Papírzsebkendőt használtok ti is? Tessék. Én sokat használok vizet. Én mindig, hogyha ki kell fújnom... A sokkal környezetbarátabb. Egyébként, ha ki kell fújnom az orrom, bemegyek WC-be, WC-pap is lehúzom, és nem szennyezek így. Tényleg, bocsáss meg, de milyen... De akkor összekötöd, milyen gondolat van? Tehát ezzel most mit gondolsz, hogy mit értél el? Mert nem szennyezem a levegőt. Összeköti a nagy dolga véget. A kellemes, a hasznos. Mert így nem szennyezem. Ne, Anita! Csak összenek egyet, hogy melyikkel kezdem. Ne, csak nem megyek a bárhova, kihújjon és lehúzom. De miért jobb a WC-papír a papír zsebkendőnél? Azért, mert azt egyből lehúzom és eltűnik.
Tehát gyakorlatilag a világ megoldaná az Peti, összes... Peti, te egy varázsló! Összes környezetszennyezési problémáját, ha a te WC-det használhatnál. Nem az enyémet. Tehát most ha úton vagyok, akkor keresek is akkor ott. De mi egy WC-papírt keresel? Nem, általában a WC-ben azért vannak, van WC-papír. És drága szerelmem, az hova megy? Mi? A WC-papír? A lehúzott WC-papír. Igen, szerinted az, az egy ilyen konténerben. Arra, mert egy a hajlak egy ilyen gyűjtőben. Elpárolok, mint a hajlakja. Várjátok. Fölszívódik. Van még... Például rá is van írva minden WC illatosítóra, hogy mennyire ártalmas egyébként az élővizekre, stb. Használtok-e ilyet? Nem. Pár inkább egyszer, inkább víz. De ő használ. Mi a kérdés? Én is használom. Nálunk is van. Szeretem, hogy olyan kék a víz, és olyan ocean az illat. Én ezt nagyon bírom. De a perem alatt is? Ez így... Akkor csinál olyan jó. Ági, nálunk a WC-ben tök jó illat van. Nagyon jó, imádom WC illatosítást. Nektek egy a WC-tel? Hogy nem. Bocsáss meg, ő járt. Közületek, ő járt. Ő elment hozzád már? Ő sokszor volt nálam, igen. Köszi, hogy minket is nem. Hát ezt nem hiszem el. Jó, akkor most beszéljük meg. És nem szoktad... Jövő... Nem csütörtökön, itt, nem vagy pénteken. Sajnos nem érek. Miért, mi van? Mondd el, mi nagyon van? Nagyon sok dolgom van. Most megnézed, hogy mi? A naptárat. Jó, most meghívom. Meghívom adásban Anitát. Hát te és beleszagolok a peremorához. Mennyire? Igazából nem nagyon nem vagy otthon. A takarítónőt, ha otthon van. Van akkor csak engedjen, hogy beszagolassak a vécépapír. Rossz, hogy együtt akarsz dolgozni vele. Nem, még nem. Hogy van-e WC-papír? Három helyen is, igen. Na, hát akkor ki tudom fújni az oldalt. Igen, Peti, te is jön. Na jó, várjatok, van még... Van még kávékapszula, vagy... Nem hiszem kávé. Ne, én sem. Hú, a rotyogós. Rotyogós? Kotyogós? Kotyogós! Az nagyon jó! Nem mindegy rotyogós! A rotyogós az a WC-papír, más! Figyelj! Kotyog vagy kotyog, nem mindegy. De, igaza van. Nem mindegy. Itt adom, miről beszélek, tudtam. Igen, nem mindegy, hogy rotyog vagy. Kotyog. Azt a mindegy. Nem mindegy, hogy rotyog a kaki, vagy kotyog a raki. Már. Ez a nép bölcsessége volt. Majd diktál már, mert felírom. Mutatnék nektek valamit, lányok. Tampon versus intim kehely. Peti? Intim kehely. Inkább intim kehely. Tudod, mi az? Megmutatom nektek az intim kehelyet. Az egy olyan kis szilikon tölcsér, tehát ezt így képzeld el. Egy szilikon tölcsér, amit így félbehajtasz, majd negyedbe. És van arca? És van alul, csak hogy helyesnek lép. És van alul egy ilyen kis lelógója, amivel ki tudod húzni. Ez így összegyűrve felhelyezed, ő kinyílik. Mint a rózsa. És összegyűjti neked. Nagyon morbid, ahogy mutatott. És összegyűjti neked a havi bűnödet, vagy mit. Tehát, mi, hogy... az, hogy bűn? Jézus Mária! De hallom, bocs, várj! Csak hagyj, jól értem! Itt tartunk most. Bocsi. Igen. Tehát, Jézusom, a középkorban abba, vagyunk. Én nem tudom, abba a kis búrába. Jézusom, de megégesnél mágyát. Oda belemegy minden, és ott összegyűjti. Ott összegyűjtik, és háromszor annyit tud magába gyűjteni ez a kehely, mint a tampon. Szerintem tök jó. Ez jobb, mint a tampon. Ugye? Szerintem ez jó. Na. De az sokkal jobb. Akkor én először fölhelyezem neked, kipróbáljuk, hogy te neked az milyen. Aztán majd utána átgondolom én is. Az a majd minden nap üríteni kéne. Ez például egy alternatíva tud lenni, most túl azon, hogy itt megbotránkoztál rajtam, de... Egyébként nem tudok ezen túllépni, ne haragudj. Havi bűn. Figyelj! Az mondjuk kemény. Nem, nyilván nem úgy értettem. Nem úgy értettem. Úgy értettem, mindannyian tudjuk itt, hogy te úgy értettem. Hát mégis egy olyan havi történet, ami kizökkent a normális... Te mi a f*** tudsz erre? Hát voltam már érintett azért. Hát te úgy menstruálsz, hogy férfi vagy, azért ez egy nagy dolog.
Hát azért mondjuk látod, ki, mégis csak, mégis csak empatikus tudok lenni. Na mindegy, szóval ez a kehely téma. Téged lekapcsoltuk a reklámszünetig? Ez a kehely, ez jó, nem? És mondjad már, hogy... Szólj hozzá ez a témához. Figyelj, a bűn és bűnhődésből most kimaradnék, de szerintem én nem tudom, tehát hogyha ez hasznos, meg hogyha ez működik, én nem tudom, hogy milyen érzés lehet. Biztos jó. Hogyha beátnézem a szeméből, szerintem... Na, gyerekek... hogy nekem is ez jutott az eszembe, hogy ez milyen? Tehát, hogy tehát, amúgy hogy sem egy szilikon. Komfortos érzés, mikor puha. Bűnös napjaink vannak. De ez lehet, hogy tompítja! Ez lehet, hogy tompítja! Te maradj most csöndbe, és tényleg azért szeretném, mert nem, én nagyon csúnyán lejáratod én is magad. Nem, te nem gondolkozzá! De neked most... nincs méhed, te nem gondolkozz rá! Ne legyél ilyen kirekesztő! Nyugodj meg, anyukám! Ne legyél ideges, légy! Tehát, hogy nyugodj meg szépen! Nagyon feszült vagy! Vagy... Nagyon fúr mert feszült! Mert lehet, hogy bűnös! Bűnös vagy! Ne, de tényleg, tehát, hogy ez egy kellemetlen érzés, vagy én nem tudom. Tehát de volt egy... már fönn kehely neked? Nem volt fönn kehely. De miért nem próbálod ki? Lehet, hogy jó, most komolyan. Lehet, amúgy én amúgy gondolkodtam rajta, hogy kipróbálom. Akkor miért vagy itt kiborulva? De nem, vagy. Ne döntsétek el, ne kérdezzétek, ne döntsétek el, hogy mi mit akarunk. Meg, hogy ez, meg akkor haragszotok ránk, hogyha nem ezt használjuk, b***tok meg, mert hogy ez nem környezet szennyező. Nem! Most egyébként igaza van, mert én szeretem. A környezet szennyezésről beszélünk. Nem, hogy már a mi tamponunk legyen egálba a te kártékony kocsiddal, amivel állandóan... Nézd meg, mit termelzte! Így van, a tampon sokkal rosszabb, tampon. Mint a kocsi. Tudod, hogy milyen az én havi bűnöm. Milyen intenzitású. Azt sem tudom, hogy ez mennyi idő alatt termelsz 12-t. Például pont te, aki felsoroltál itt mondjuk 10 olyan igen. faktort, amiben te véded a környezetet. Lehet, hogyha kipróbálsz egy ilyet, és azt mondod, hogy komfortos, azt mondod, hogy működik, ja. akkor lehet, hogy te magad azt mondod, igen, lehet, hogy te magad azt mondod, hogy... Őszintén most ciki, én nem hallottam erről még. Én sem. De nem én sem, erről. De hogy most például itt hall... Te hall... ne szerezzél semmit. Nem mondom, mit szerezzél. Lehet, hogy te lennél az első, aki magadnak egy jó ügyvédet, mert ezek után az összes nőjogi szervezet úgy fog beperelni. Nem hiszem, hogy ez a havi dolog, ez egy jogi kérdés lenne. A menstruációt egy havi bűnnek nevezik. De elszóltam magam, csak olyan... Azok után, hogy nőket kövéreztél el a régi munkahelyedet. Na, azt viszont úgy gondoltam. Bocsi, megvédem a bocsit, nem arra gondolt. Köszönöm, Peti! Köszönöm! Viszont mondd már el, hogy mire gondolsz! Azért nem tudok gondolkozni az ő fejével, de nem arra. De te cuki! Na, de köszönöm! De hogy gondoltok? Na jó, nem arra gondolt. Hogy én tényleg nem hallottam erről. Én hallottam, hogy gondolkodni, hogy jó, hogy ezt lehet, hogy kipróbálom, de ha nem, akkor nekem... Ti ne szabjad, ne mondjátok, ne legyen vélemény, hogy mert ez környezetszennyező. Ne, én vérzek, és ha nekem a tampon a kényelmesebb, akkor én azt fogom használni. De hogyha nem próbáltad ki, honnan tudod, hogy az nem jobb? Majd nem értem. Te azt gondolod, hogy nekem ez az egy kérdésem van. De most te ne kérdezzél, mert azt gondolod, hogy attól, hogy a fürdőszobában rakod magadra a hajlamot, nem szerint a környezetedet. Nem, mert egyből beszívja. Mit szintben, te szerencsét. Hajam, beszívja. Mi, mint, hogy, mint hogy ugye hallottátok, hogy lerúgták a Terminátort. Igen, ez egy éles témaváltás volt. Szerintem beszólt valakinek ilyen kehely ügyben. Nem rakott föl egy kelyhet? Na jó. Ez most tényleg egy éles témaváltás, hogy csak kénytelen voltam ezt itt, meg elnézést, tényleg nem úgy gondoltam. Nem tudod tényleg. Már ez jóvá tenni. De most itt tényleg van 3 vidám fiú és 2 frusztrált nő, ez most jó. Az egyik nagyon frusztrált. Bocsáss meg, én nem vagyok frusztrált. Jó, nem gondoltam. Mindent helyrehozunk, egy reklámblokk időnk van arra, hogy helyrehozzuk itt a hölgyek lelkét, lerúgták a Terminátort, talán örültök ennek, talán nem. Megmutatjuk a videót is egy pár perc múlva. Nem tudom. Még esküszöm, hogy azon töröm a fejem, hogy nem valami másik... Havi bajt akartál mondani. Vagy baj? Lehet. Baj. Tényleg elszólás volt, csak láttam, hogy annyira tetszett az Anitának, hogy úgy vállaltam, hogy üssön.
akkor be a ülj le! Drágám, megy a műsor. Megy, ülj le! Igen, megy a műsor. Megy, állj már föl! Állj már föl! Nem tudom, hogy a márka arcát néztem, és kicsit megijedj. De nincs igazam? Nem tudom. Most, én nem vagyok a koedukált WC-k ellen, de még nem láttam ilyet. Mert ez egy nagyon új dolog, ez a kehely. De ha most elterjed, most tudtuk, mindenki... Nem tudtuk Svarcira átérni, ez kész. És mossa? Mert azt, mert hát ki kell most, mert ugye ki... Na, de hát arról szól, hogy... De jó, de arról mindenki... De várjál, arról van szó, hogy ez sokkal több vért fel tud fogni. Tehát valószínűleg nem jut... Elfelejtettem, meg kicserélni! Anyusám, akkor kavintont szedjél, ne! Szóval nem tudtuk elengedni a kenyhet, de muszáj lesz. És Arnold Schwarzenegger a Szent Grál. Ezek a levelek nem nekem jönnek. Ez neked jön. Szóval... Miért egyébként? Egyébként most ezen viccelődtök, de az ugye, alakját illetően... De ugye a hermetikusok azt mondják, hogy a Szent Grál az maga ugye a nőnek a méhe, amiben ugye, amiből az élet, amiből a gyerek születik. Tehát végülis nem vagyunk nagyon messze a dologtól. Én azt hiszem, most álljunk le ezzel. Úgy gondolom. És beszéljünk Svarciról. No, ezt kínálom ezt a témát nektek körülbelül 10 percet, szóval. A lényeg az, hogy Dél-Afrikában rátámadtak Arnold Schwarzeneggerre, az Arnold Classic Afrika nevű sporteseményen. Éppen egy rajongójával volt elfoglalva, hogy szelfizgettek meg minden, és akkor jött egy férfi, és gyakorlatilag egy levegő ugrással, ilyen páros lábbal hátba rúgta. Nézzük meg a videót. Nézzük meg a videót. Megnéztem, szörnyű volt. El fogom mondani, hogy mit mondott pontosan. Láttátok a rugást, egyébként egy másik videófelvételről is láttuk, hogy sokkal szörnyebben nézett ki. Igen, ez egy másik beállítás volt, én azt láttam, ami a Svárci arcát mutatta, és egyszer csak... És így dőlt előre, de nem lehetett, hogy hova esett. Mozdul. 71 évesen így. Igen. Nem semmi, páros lábbal rúgta hátba a figura. Tehát nagyobbat esett a csávó, mint a kirúgott. Én azt nem értem, hogy miért volt ennyi testőr körülötte. Hogy mondjuk nem látták. Elég értelmetlen volt. Svarci nem tesz feljelentést, na, hogy mit mondott a csávó, amikor vitték ki, azt mondja, help me, I need a Lamborghini. Segítsetek, kell egy Lamborghini. Hát te teljesen tök így akarta. Így akarta megszerezni? Így akarta megszerezni? Na, itt mi volt a mesterterv, ahogy szoktuk erről. Mit? Mit, ha magamat hallottam. Te is párosába szoktál beleugrani az emberekkel? De csak egy gyűrűt kapott. Na most komolyan, tehát itt beszélhetünk arról, hogy tök idióta, de ez nem tud lenni valamiféle, nem tudom, geril, akár megsajnálják a YouTube nézők, és azt mondják, hogy ennek egy Lamborghini kell, és basszus, a Terminátort lerúgta azért, az nem semmi. Hát nem rúgta le, mert meg sem, tehát ennyit csinált, tehát hogy innen, ebből a felvételből az azt látszott, hogy aki rúgja, az nagyobbat esett. De lehet, mindent megpróbált, igen. Persze, de lehet, hogy ő egyszerűen csak egy kicsit más, tehát de, ő egy beteg tudjuk, mentálisan, nem? Nem, egy Lamborghini ezek szerint, de... De kicsit ketyós. Jaj, kapott ketyós. Egy Lamborghinit ezért? Nem, de drága de Peti, nem kapott. Csak ezt üvöltötte, amikor hátba rúgta a Terminátort, és vitték el, hogy neki kéne egy Lamborghini. De az nem derült ki, hogy miért rúgta hátba. Nem. Az nem derült ki, hogy miért szereti a Lamborghinit. Nem tudom, hogy az összefüggést megtaláljuk-e valaha. Tehát, hogy a Lamborghini és a... Biztos szegény terhelt egy kicsit. Igen. Svarci azt mondta a Twitteren, hogy ha már megosztják a videót, akkor a hangtorzított változatot osszák meg, nem kell senkinek tudni, hogy mit üvöltözött. Ez sem értelő, Svarci ezt miért mondta. Ugye, hogy picit ilyen érthetetlen egyelőre? Az egész nagyon fura. Igen. Na, viszont arról beszélhetnénk egy picit, hogy azért sztárok, hogy közszereplők életében többször van olyan helyzet, amikor jön feléd valaki, és most nem tudod, hogy puszi jön-e vagy pofon, nem? Szegény John Lennon. Például John Lennon, így van. Nektek volt már ilyen, amikor úgy focistánál biztos, nem? A focipályás mindig berohannak, és nem lehet tudni, hogy most éppen le fogja ütni a Ronaldót, vagy megöleli. Hát általában megölelik, szerintem. Általában őket megölelik, szerintem, mert az egy nagy dolog, hogy mondjuk hozzáérnek, vagy de csinálnak. De volt már bírót leütöttek, tehát ilyen is volt, vagy egy másik ellen... Volt Magyarországon is, hogy leütöttek bírót. De mondjuk az ellenségnek a szurkolója jön. Akkor én is és futok. Nekem volt ilyen. Téged még hogy nem bántottak? Azért, mert én akkor úgy futok, mint ahogy
senki se látott. Gyorsabban, nekem, mint a mérkőzés. Nekem volt ilyen meccsem amúgy. Igen, amikor volt valaki ilyen meccsem, beugrott és üldözött? Képzeljétek el, hogy a utolsó 5 percben már beugráltak a szurkolók a pálya szélén, ott álltak, és az öt, volt hátra 5 perc vagy 2 perc, én tudod, hol álltam a kapusnál hátul, a mi kapusunknál. Féltél? Figyelj, nagyon. Ahogy lefújták, egyből sprintbe. Én féltem, igen. És ez nem az Újpest pályán volt, tehát gondolhatjátok. Tehát akkor az ellenfélnek a rajongó. Hát így van. A lehet, hogy csak gratulálni akartam. De most... Most figyelj, 10-ből 9 gratulál, de egy lehet leüt. Most te nem tudhatod. Jó, de utána kap egy Lamborghini. Schwarzitól. Nem tudom, nekem voltak olyan pillanataim, amikor nem tudtam eldönteni, hogy halad felém nagy... nem tudom, üdvrivalgással, hogy az most pozitív vagy negatív, hogy az agresszió lesz-e vagy szeretet. Tehát azért az egy nagyon furcsa pillanat. Neked soha ilyesmi? De volt nekem, volt ilyen, igen. Én tehát sokszor, persze egy borzasztó személyiség vagyok, de sokszor mondják, hogy nem vagyok olyan közvetlen, mint a tévében. Én nem szeretem, ha oda jönnek mondjuk uh-huh. egy közönség találkozón, vagy bárhol, és ezt mindenki nézel nekem, és meg akarnak ölelni. Akkor miért jár? Igen. De én azt gondolom, hogy a közönség találkozó az ja, nem az jelent, hogy mindenki igen. ölelgethet, mint egy ilyen kis állatkát, akit kihoztak a nem te simogatóba, tehát nem celeb simogatásra megyek. Ilyetetnek is, igen, hanem nyilván személyesen találkozunk, autogramot adsz, bármi, fotózkodni, abszolút, csak a túlzott testi közelséget aha. én nem szeretem, mert volt már ilyen eset, amikor egy olyan helyzetbe kerültem, ami ugyanez, mint neked, és én már láttam, tehát uh-huh. láttam az emberen, hogy ez most nem az lesz. Aha. És aztán tulajdonképpen ott az én gyanakvásom, mert én egy nagyon gyanakvó ember vagyok, az mentett meg egy olyan szituációból. Mi lett volna, tudod? Vagy hát el szerintem ott biztos, hogy valamilyen atrocitás, tehát, aha. hogy valami ilyesmi. Ne tessék hergelni az Ancsát, jól. De hogy ez nem egy jó, ráadásul fiatalabb is voltam, tehát ugye az ember így ezt azért nehezen kezeli, de én ezért nagyon bizalmatlan vagyok. Ami teljesen megértek egyébként, és ne felejtsen, most például akár a Pásztor Anna esete kapcsán, hogy a rajongás az nagyon gyorsan át tud menni agresszióba. Hát végülis egy rajongó volt. Felfokozott ilyen extatikus állapot, igen. Igen, tehát hogy rajongsz valakiért, de el akarod pusztítani, vagy bántalmazni akarod. Azért ez egy furcsa. És ez a fickó is egyébként állítok, többször próbálta már valahogy, próbált már a Schwarzenegger közelébe kerülni. Mint hogyha ott is valami rajongási momentum váltott volna át. Az emberek meg akarják ölni az isteneiket mindig. Igen? Tehát én ismerem ezt a szólást, de hogy ez érvényes? Igen, abszolút. Tehát ez régen így a mitológiákban is így volt, hogy el kell pusztítani a bálványokat meg az isteneket. De neked nem volt ilyen azért? Te biztos ki, tehát akkor sem, amikor még így, persze most is a csúcson van, de amikor nagyon a csúcson de voltál. Amikor még szép voltam. De most is szép. De hogy amikor az aktív éveid voltak, hogy így nem mentek feléd, vagy nem... Soha. És nem is kaptál semmilyen fenyegető leveleket? Soha. Semmi. Nem, gyűrűket kaptam. Nem bántalmaztam? Gyémántam. Tényleg soha nem volt soha ilyen? Semmilyen ilyen nem volt, soha semmi kellemetlen, soha senkinek. Nem is olyan jöttek oda, mert nem mertek, mert azt hitték, hogy f***fej vagyok. És akkor nem mertek nagyon oda jönni. Ez a műsor sokat segít, hogy ne gondolják. Majd most azért vigyázz el ezután. De soha semmi, nem jöttek, nem bántottak, nem, soha. Nem, amúgy meg én egy kedves ember vagyok, amúgy meg. Csak ha ne szóljanak hozzám, és akkor én nagyon kedves tudok. De egyébként sugározzal is a bármilyen. Volt-e már nálatok olyan közszereplő, és most tényleg politikusokat vegyük ki, aki annyira irritált, hogy legszívesebben pofán vágtad volna, de nem azért, mert személyesen ismerted és amúgy egy hanem a munkássága miatt. Hogy pofán vágtad. De azok közül, akik most itt vannak? Nem, bárki itt. Nem utogassál rá. Magyar térképen. Én senkit nem akarok pofán vágni. Mert én például rengeteg ilyet kaptam. Tehát én a rádió műsor kapcsán olyan SMS-eket... Tehát... Jó, de te olyan irritáló igen, vagy. Igen, pontosan. Tehát a véleményem az annyira tud bizonyos embereket irritálni, hogy ő már tényleg, pedig soha nem találkozott velem, nem fogja fel, hogy ez a rádió műsor provokálunk, és ő leírja, hogy ő legközelebb, ha találkozik velem, pofán fog vágni. Ezért a véleményemért. Nekem van egy ilyen, mindenki ismeri, név nélkül biztos, hogy nem fogom mondani. Mondd már. Név nélkül nem fogom, akkor névvel mondom. Akkor mondom névvel sem. Kezdőbetűje? Ki fogjuk találni? Nem fogjátok kitalálni. Én azt utálom egy emberbe a legjobban, hogyha valaki megbízhatatlan, és hogyha nekem valamit megígér, és nem tartja be,
én arra nagyon... De ő egy ismert ember, egy közszereplő, így van. De nem vagytok baráti viszonyban. Nem, és de neked ő próbált valamit... nekem hozzám így közeledni, egy műsor miatt mindegy, uh-huh. és nem tartotta be azt a... nincsen meg biztos. És utána két hónap múlva meg rám ír, hogy na, szevasz, tesó, akkor mindent kitaláltam, addig meg nem vette fel a telefont. Tesó, tehát gyanús. Ezt én így nagyon... A tesó gyanús. No, nem tudjátok egyébként 100%. De őt legszívesebben pofán vágnál. Azért hát érzel nem. Ilyet. Érzel akkor agresszió. Igen, amikor ez történt, akkor igen, de most már leigattam, most már nem. Uh-huh. De viszont már nem, tehát nem barátkoznék így vele. Jó, de ez egy vele. Személyes konfliktus, és a Gábor arra kíváncsi, hogy akit úgy nem, hogy a vélem, nem ér, a munkássága miatt. Csak akik itt látsz a tévében, nem biztos, hogy ismered, hogy olyan van-e. Igen, akinek olyan megosztó, érte egy mulatós zenész, hát szerintem azokat sorra. Miért? Nem? Vagy én azokat imádom. Én komolyan? Is. Én imádom a mulatós. Én nem tudom. Nem tudom megmondani. Az Erika Iglesiasnak. Hát ez egy csodálom. Kire gondolsz? A Jolira. Én imádom. Nem, de nem, nyilván nem agresszív, de mindegy. Szóval... Tudod kiborulni, amikor valaki agresszív, az, tehát amikor agresszív a stílusa, az uh-huh. engem például irritál, mondjuk például Puzsé Robert. Na, például. Tehát, hogy, de nem akarnám őt pofán vágni, mert aztán közben az is, közben arra is gondoltam, hogy oké, hát hogyha neki erre van közönsége, meg hogyha emberekben indulatokat vezet le, vagy korbácsol fel ezzel az agresszív stílusára, akkor biztos, hogy van rá szükség. De engem személy szerint például eléggé... A stílus a zavar. Eléggé irritál az, amikor valaki önmagából kifordulva ordít. Uh-huh. Jó, ha akkor én is már mondom, hogy én meg egy azt nevet, nem szeretem. Peti, ne. Hogy amikor nyilván azért kicsi ez a szemétdomba, mi próbálunk akaskodni, mindenki tud azért nagyjából majdnem mindenkiről mindent, és amikor azt látom, hogy teljesen másnak mutatja magát, mint ami valójában. És közvetít egy olyan dolgot, ami egy tudom, hogy egy teljesen ez hamis biztos, kép. Hogy nő. Nem. Ez férfi? Nem, most mindegy, hogy nő vagy férfi, ez egy általánosságban, azért vannak ilyen személyiségek. Férfi. Tehát azt nem bírom, mert én nekem az önazonosság az egy nagyon fontos dolog, mert én nem mutatok mást, mint ami vagyok. És azt meg nem szeretem, amikor az emberek... De itt tényleg nem mertek neveket mondani? Én nem akarok nevet mondani, de hogy ezért ez egy jelenség uh-huh. szerintem. Tehát, hogy sok van ilyen, és én ezt nem szeretem. Tehát, hogy, na, nagyon sok hogy egy ilyen teljesen másfajta dolgot kommunikál kifelé, és gondolnak róla az emberek, miközben a szakmában pontosan tudják, hogy ő egy milyen ember. Uh-huh. És én ezt nem... Ezt De ez maximum irritáció, nem agresszió, ami kialakul bennetek. Neked senki nincs ilyen. Nem senki. Nem is veszel tudomást a világban. Hát mindenki tud állni, hogy nincs kivétel. Én nem teszek különbséget. De tőled félnek lehet az emberek minket azért. Minket is utálsz, vagy mi van? Csak nem, kicsi. Engem utálsz? Ott mit szokták? Ne küldöntesd nekem szíveket az Instán, ha utálsz el. Örülj, nem halálfejeket küld. Én vagyok az az ember, akit te most leírtál. Nem mondod? Nem, igen. Nem vagyok. A Davidnek mit szoktál mondani rólunk? Tehát milyen a kabát, Peti, amikor megkérdezik, kik voltak ma? Azt itt ül mindig. Nem, én nem beszélek rólatok, mert én nem szeretlek benneteket. Nem vagytok téma. Nem. De figyelj, ha nem szeret minket, akkor minek jössz ide? Na. Mert nagyon sok pénzt fizetnek. Jó, gyerekek! Neked igen! Szóval neked igen! Neked igen. Szóval jó, mostantól én is utálom mindenkit, én nem tudom, beállval úgy, hogy az is lehet, hogy utál, de annyira úgy tűnik, mintha szeretne, nem, hogy én ezt... Megjátsza, akkor téged utál az Ábel, viszont most már rájöttem. Ne, én nagyon szeretem őt. Szeretted. Akkor ezek szerint megjátsza. De te nem De te nem de én szereted. Elfogadom olyannak, a utáljon, én attól én még szeretem. De nem, én csak ilyen... Minden fényképét lájkolom, meg ja, minden, pedig így arra, hogy rohadjál meg, hogy a maga. Akkor nem vagyok az ember, aki én magamot utálom a legjobban, én csak szerepén. Nem, Beát úgy kell elfogadni, amilyen téged is. Az a baj, hogy annyira eldumáltuk az időt, hogy lassan be kell fejeznünk, ez a évadzáró műsorunk, tehát szeptemberben folytatjuk. Svarciról nem fogunk tudni, mi Svarciról már beszéltünk. De egy gyors kérdés, nyilvánvalóan, hogy nyára mi a terv, nyári szünet, aztán, hogy szeptemberben is találkozunk. Anita... Akkor még visszahívtok minket? Hát hogy ne? Hát jó, most hát utálat ide, utálat oda hívunk, nem? Bejön még. Hát ha megfizetik, jön. Ez szeptemberben folytatjuk. Ennyi. És valóban, most így a nyár
előtt ez az utolsó adásunk, szeptemberben találkozunk újra. Mindenkinek kellemes nyaralást, és találkozunk nem sokára. Viszontlátásra, jó éjszakát!